A projekt nyitó rendezvénye előtt sajtótájékoztatót tartott Tiszó Irén, a program projektmenedzsere. A projekt célja az, hogy az áldozattá válás megelőzésében, illetve az áldozatsegítés területén előrelépések történjenek. Az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokszor nem jutnak el az információk azokhoz az embereknek, akiknek erre leginkább szüksége van, illetve bizonyos szolgáltatások hiányoznak, vagy nem elérhetők minden áldozattá vált ember számára. Ugye a bűncselekmények terjedése az ismert, egy közismert probléma, hogy a közbiztonság milyen állapotban van nálunk, ebben szeretnénk pozitív irányú változásokat elérni. Az eseményt ezután Herceg Tamás, Békés Csaba megyei jogú város tanácsnoka nyitotta meg. Köszöntőjében az áldozat segítés és a megelőzés fontosságáról beszélt. Érdekes kérdés, és bocsánat a talán frivol példáért, de talán inkább úgy fontos, ahogyan mondjuk az egészségügyi prevenció, vagy én nem tudom mondjuk az árvízvédelem, hogy mindaddig, amíg nincs olyan helyzet, nincs olyan beavatkozásra készítető körülmény, ami ezt a beavatkozást indokoltá szükségessé teszi, addig egy preventív jellegű szolgáltatás, egy preventív jellegű tevékenységnek a súlya, szerepe nem is úgy érződik, amilyen fontossága valójában van. A projektről bemutató előadást tartott Tiszó Irén, aki elmondta, hogy az áldozatok számára egyéni és csoportos mentálhigiéni és segítő beszélgetéseket is szerveznek. Lesz önvédelmi tanfolyam, rendhagyó osztályfőnöki óra, szülői fogadóóra, telefonos áldozatsegítő szolgálat és még számos beszélgetés, fejlesztés, tájékoztató. A programok nagy előnye, hogy mindenkinek igénybe vehetőek a saját lakhelyükön is, ugyanis a szakemberek elutaznak a helyszínekre, kimennek a segítségkérőkhöz és hozzátartozóikhoz. Olyan szolgáltatásokat tudunk beemelni, amelyeket egyébként nem tudtunk volna másként megvalósítani. Ilyen például az áldozatok számára nyújtott mentálhigiénész szolgáltatás, az önkéntesek bevonása, akik az áldozatoknak segíteni, nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani, illetve felajánlunk még egy lehetőséget, egy mediációs lehetőséget, amely egy konfliktus kezelő módszer, amellyel az áldozat és az elkövető, vagy az áldozatok és az elkövetők leülhetnek, és a létrejött konfliktust megbeszélhetik. Furák Mónika, rendőr alezredes elmondta, hogy Békés megye tényleg békésnek számít, de ettől függetlenül mindent megtesznek, hogy még kevesebb ember váljon áldozattá. Egyik legfontosabb feladatuknak az áldozattá válás megelőzését tartja minden korosztályban, de legfőképp a fiataloknál és az időseknél. Egyébként nagyon nehéz megfogni ezt a két korosztályt, hiszen még az iskolások elérhetők, a fiatalok, hogy az iskolapadban, az oktatási intézményekben, addig az időskorúakat nagyon nehezen érjük el, hiszen akik egy kicsit mozgékonyabbak, mozgalmasabbak, azok megtalálhatók idősek klubjába, különböző idősek által szervezett rendezvényeken, de nekünk azokhoz az idősekhez is el kell jutni, akik egy kicsit visszahúzódóbbak, vagy valami betegség folytán mozgásában, vagy valami más okból folytán korlátozottak cselekvő képességükben. Dr. Weisz Gábor a projekt egyik partnerét, a közigazgatási és igazságügyi hivatalt képviselte, bemutatta az intézmény működését és a büntetőjog áldozatokhoz való hozzáállását. 2006 egy következő jelentős dátum, amikor is hatályba lépett 2006. január 1-én a 2005. évi 135. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről, ami létrehozta az állami áldozatsegítő szervezetrendszert. A projekt során számos program a fiatal korosztálynak szól, az ő figyelmüket szeretnék felhívni a rájuk leselkedő veszélyekre. Én azt gondolom, hogy a fiatalok felelősségtudata nagyon alacsony szintű. Talán nincs már meg az, ami korábban megvolt a szülői családi háttér, a több generációs együttélés kapcsán a segítése ennek a felelősségtudat kialakulásának. Egy-egy ilyen előadás után azért érdemes megnézni a rádöbbenéseiket, egy-egy film kapcsán, egy-egy eset megbeszélés kapcsán, hogy is gondolkodnak. Akár mondjuk a közösségi oldalak használata a számítógép veszélyei kapcsán is volt legutóbb ilyen élményem, amikor döbbenten ült a 30 diák. A program során önkéntesek is segítik a szakemberek munkáját. Nekik és a különböző szakmabelieknek folyamatosan felkészítőket tartanak. A projekt során készíteni fognak egy áldozatvédelmi kézikönyvet és egy 20 perces tájékoztató filmet is.
A 2 évig tartó projektet lekérdezéssel fogják lezárni, és közben is folyamatosan követik a projektben megvalósított tevékenységek hatását.